Sok jogázás után végre belefogtam a fő ügybe, a szőlő megmentésébe. Ebben az volt a szép, hogy fogalmam sem volt a szőlőről, azon kívül, hogy a nagypapámnak volt pár sora, és hogy mindenki mondta, hogy nem érdemes belefogni, mert kész ráfizetés az egész. És valóban, a hegyen sorakoznak az elhagyatott szőlők, amiknek a művelését a gazdáik már nem bírták szusszal vagy pénzzel, mert aki még bírja, mint például a szomszédom, ő is csak azért műveli, mert családi birtok volt, és a nagyapja is művelte. Hát már a ősi birtok és megcsinálom, amit tudom, megcsinálom. Hogyha az ember úgy csináltatná napszámosokkal, az akkor tized része nem lenne a faszok belőle. Így néz ki tehát egy szépen művelt szőlő, a Feribáé, tavasszal. A sorok között és a tőkék mellett fel van lazítva a föld, kapával, gyom alig van benne, szépen meg van mecve a tőke, úgyhogy csak egy vagy két száron ülnek az új hajtások. És ilyen az enyém, egy gaztenger, az édes csemete szőlőkkel, amik már pusztulásnak indultak. Ti ott hagytátok volna őket? Mert nálam bekapcsolt valamiféle földanya ösztön. Fiataloknál gyomirtót még nem lehet használni, nekiálltunk hát kézzel a gazolásnak, ami 3 teljes napig tartott, és felborította az egyéb terveinket. Először még lelkesek voltunk, és odafigyeltünk mindenre. Nagyon fontos, hogy amikor kapálunk, a szőlőnek a törzsét, az indáját nem szabad megsérteni a kapával, mert akkor akár el is pusztulhat. Mint például, ahogy itt csináltuk. Egy idő után azt vettük észre, hogy bár seggen csúszunk már, de nem tudjuk abba hagyni, a gyomolás addikcióvá vált. Harmadik nap az igazán erőt próbáló dolog, amikor már minden porcikád, minden izmod és minden inat fáj, és a szőlőd még mindig nincsen kész. Most már nem úgy nézek ki, mint először, hanem sárosan. És száraz a bőröm. Előjöttek a ráncaim, de ezt még tovább folytatom. Utolsó leheletig kapálok. Aztán a negyedik napon előbújtak a kis kincsek, amik további munkára biztattak minket.